Köszöntöm nézőinket, ez a Sportváros, a D+ TV sportmagazinja. A Dunaújvárosi futszál együttes már nem először állt nemes ügy mellé. Most éppen Soltra az Ágica állatmenhelyre látogattak ki, hogy néhány zsák kutyatáppal járuljanak hozzá a menhely mindennapi költségeihez. Mi pedig elkísértük őket, így erről mutatunk egy összefoglalót. Majd Hatvani Zsolttal készült beszélgetésünket tekinthetik meg, aki a Dunaferese röplabda csapatának csapatkapitányaként mesélt nekünk az idei szezonról és az utolsó hatalmas küzdelmükről. A Dunaújvárosi futszál együttes kilátogatott Soltra az Ágica állatmenhelyre. A fiúk már többször bebizonyították, hogy szívesen jótékonykodnak, legyen szó gyűjtésről, ajándékok átadásáról, vagy az állatok meglátogatásáról. Ötödik alkalommal törtek be Soltra az Ágica állatotthonba, mindezt ráadásul 2 hónap alatt. A menhely tulajdonosa Zakariás Ágnes egy hosszú Facebook bejegyzésben adott hangot csalódottságának és haragjának, amiért úgy érzi, feleslegesen dolgoznak. A területen most nincs víz, se áram, mert a behatoló azt is tönkretette. Nagyon sok a beteg sérült kutyánk, és valóban igen, beszélni kell előre a problémáról, mert nem fogjuk tudni egyedül ezt csinálni. Mindenféle felhívásokat próbálunk mi közzétenni, de eléggé sikertelen sajnos. Nagyon sok menhely van ugye problémával Magyarországon, de én mégiscsak a milyenket emelném ki, hiszen mit csináljuk ezt itt. Nem tudom, hogy tehát olyan dolgok történnek, hogy itt folyamatosan betörnek például hozzánk, és 5. alkalommal törtek be, tönkreteszik a holminkat, leverik a lámpákat, az aggregátor tönkre vágja, kiengedgeti a kutyákat, tehát tényleg gondot okozza ennek az ismeretlen elkövetőnek a tette. És ugye hiába nyomoz a rendőrség, mi attól nem vagyunk előrébb, mert az eszközeinket ugye már tönkre vágja. Úgyhogy jelenleg úgy vagyunk, hogy nincsen vízünk. Úgyhogy egy kútból húzogatjuk ki, amennyire ki lehet húzni. Tehát itt igazából ezek az alapvető problémák, hogy nincsen villany és nincsen víz. Ha most a villany problémát próbáljuk megoldani, kértünk ajánlatot, várjuk a támogatók segítségét. Többszörű felhívásunkra sem jártunk sikerrel, úgyhogy most már minden megvan igazából, csak a pénz nincsen meg. Úgyhogy esetleg valaki ilyenbe tud nekünk segíteni, az nagyon jó lenne, mert akkor nyilván akkor érhetőbbé tudnánk ezt a helyet tenni. Sokkal többet tudnánk ugye olyat is hozni, aki éjszakai felügyeletre szorul, mert sajnos haza már nem tudunk több állatot hurcolni. Otthon kb. 25 rákos beteg kiskutyánk van, akiket szaporító telepekről hozunk el, tehát nem tehetjük meg, hogy még oda vigyünk bárkit. Itt viszont, hogyha megfelelő komfort van, akkor azért lehet, hogy tudnék behozni, hogyha olyanra kerül a sor. Egy kicsit még a kutyákról mesélj, mert ugye már kamerán kívül, illetve az előbb kihallgatóztam, hogy vannak olyan kutyák, akiknek tényleg sikertörténetük van, és nagyon boldogan élnek itt, és nem érzik semminek sem a hiányát. De hát nyilván vannak olyan kutyák is, akiket már nem lehet megmenteni. Egy kicsit így arról, hogy hogyan értesültök arról, hogy egy kutyának szüksége van rátok, illetve mi alapján. Nyilván muszáj nektek is kiválasztani, hogy ki az, akit be tudtok fogadni, és ki az, akit nem. Ezt mi alapján döntitek el? Igen, tehát egy nagyon nehéz dolog, ez a legnehezebb az állatvédelemben azt, hogy ez a fontossági sorrend. Én amikor elkezdtem ezt az egészet önállóan csinálni, egy nagyon sérült balesetes kutyával kezdtem el, amit önállóan próbáltam megmenteni. A mai napig ezt csináljuk. Tehát, hogyha valakit elütnek, olyan sérülést szerez, ami miatt ő már nem tud onnan a helyszínről tovább menni, vagy hazamenni, vagy bármi, és egy lakossági bejelentés történik, vagy esetleg egy Facebookos poszt, ugye, hogy ott egy kutya, segítsetek, nagy bajban van, akkor szoktunk mi jelentkezni, hogy esetleg tudnánk segíteni. Nyilván akkor, hogyha ugye kapunk hozzá támogatást is, mert mi magunk, amit tudunk, megteszünk érte, de nyilván mindent nem lehet. Tehát az anyagi részét én már nem tudom ennek az egésznek finanszírozni, de amit én tudok adni neki, az ápolást, a gondoskodást, a szeretetet, a rehabilitációt utána, a tényleges gazdi keresést, a megfelelőt kiválasztani, azt viszont biztosan tudom biztosítani. Úgyhogy itt igazából, ugye akik most benn vannak, tehát van bent mondjuk 70 olyan kutyánk, akiből 30-at azt mondom, hogy bárki nyugodtan magához tud venni, mert olyan teljesen rendben van. De viszont a többiekkel ugye vannak problémák, tehát vannak olyan kutyák, aki nem fogad el embert, hiába próbáljuk rehabilitálni, egyszerűen nem enged magához közel. Nem tudom őket megvarázsolni, úgymond, ahogy szoktuk mondani. Viszont vannak sikertörténetek. Ide került Ózról egy kiskutya nagyjából 1 hónapja, teljesen full bénán, 5 helyen van neki gerincsérve. Leírták, hogy soha az életben nem fog járni ez a kutya.
hazahoztuk, azt másnap sétálgatott a kenelme, és a mai napig ott van, és tiszta szerelmes is vagyok bele, meg fogom nektek őt mutatni, hogyha erre egy mód van. Tehát vannak ilyen kutyák, van olyan kutya, aki tudjuk, hogy rákos, és tudjuk, hogy olyan problémája van, itt álltunk mögött a német juhász, baromi nagy daganat van az oldalán, de amit őt ez nem bántja, addig én nem gondolom, hogy őt altatni kellene, nagyon altatás ellenes vagyok, de ameddig tudnak, éljenek, tehát eszik, iszik, el van ugat, tök jó érzi magát, tehát én azt gondolom, hogy boldog ő itt még. Azért azt gondolom, hogy te aztán tényleg rengeteg mindennel találkozol, de mi az, amire még azt mondod te is, hogy na ez kiborított? Most esetleg a közelmúltban volt-e olyan, ami azért nálad is kiverte a biztosítékot? Igen, volt egy ilyen esetünk december 30-án, 3 napig járkáltunk egy közeli falubeli címhez, ki volt kötve egy bull típusú kutya, meg még 2 másik. Ez a kutya, aki homologizósan a Raptor nevű kutyánk lett a végén, annyira volt beteg, 9 napig nem adtak neki enni semmit. De ezt úgy kell elképzelni, hogy teljesen csontsoványra összelaszalódva volt egy ilyen valaminek a végén, és így nem tudtuk kihozni. Tehát jogilag nem tudtuk kihozni, mert a gazdája folyton ígérte, hogy ma hazajövök. És a 9. napon nagyon-nagyon, tényleg nagyon nagy összefogással december 30-án kibírtuk hozni. Kiderült, hogy 2 féle daganata van neki. Mindenre allergiás, még a kutya szőre is allergiás volt a kutya, ami egészen hihetetlen, de van ilyen. És a végén igazából gazdás lett. Tehát egy baromi jó helyre oda tudtuk adni. Megvizsgáltattuk, rendbe raktuk, beállítottunk mindent, és akkor azóta boldogan él. Hogy vannak ilyenek is, hál' Istennek, de igen. Tekintve, hogy a menhely napi fenntartása is sokba kerül, minden segítségnek nagyon örülnek. A Dunaújvárosi Futszál együttes pedig már nem először állt nemes ügy mellé. Most néhány zsák kutyatáppal látogatták meg a menhelyen élő 70 ebet. Hát itt vagyunk Dunaföldváron a menhelyen, és hát mindenféleképpen fontosnak tartom, hogy mi sportolók is támogassuk azoknak a segítését, akik ugye magukon nem tudnak segíteni. Nem csak az emberekre, hanem ugyanúgy az állatokra is nagy figyelmet kell fordítani. Itt úgy látjuk, hogy nagyon jó helyen vannak az állatok, nagyon szeretik őket, és hát nyilván szeretünk volna egy kis étellel segíteni a menhelyet. Hát úgy gondolom azért fontos, mert mint mondtad te is, hogy úgymond több ember követi a tevékenységünket. Hát ha úgymond szeretnénk ösztönözni másokat is arra, hogy segítsenek, jöjjenek, hogyha mindenki amennyit tud. Tehát nem feltétlen fontos az, hogy itt most hatalmas összegeket költsenek úgymond a kutyák megsegítésére. Én úgy gondolom, hogy akár 2 dolgozkéz is nagy segítség lehet egy ilyen helyen. Először is én nagyon szeretem a kutyákat, és hoztunk néhány egy kis eledelt, de én úgy gondolom tényleg, hogy ez egy öröm nekünk is, és az állatoknak is, hogy itt vagyunk, kicsit foglalkozunk velük, megnézzük őket. Én kiskoromtól fogva egy kutyával nőttem föl, szóval nagyon szeretem őket, imádom őket. Hát azt látom, hogy nagyon boldogok lettek, szerintem szeretik az embereket. Nyilván ők is olyan sorsúak, amik ide kerültek valami után, de hogyha meglátják szerintem az embert, lehet látni, hogy csóválják a farkukat, jönnek oda szívesen. Szerintem arra várnak, hogy örökbe fogadjuk őket, és ők is gazdagok legyenek. A menhely májusban nyílt napot is tart majd, amikor bárki kilátogathat a telepre, és jobban megismerkedhet az ottani kutyusokkal. Nagy küzdelem árán tudta kiharcolni élmezőnyben maradását a Dunaferes röplabda csapata egy 3 mérkőzéses párharc után. Hatvani Zsolt a csapat egyetlen felnőtt korú játékosa pedig oroszlán részt vállalt ebből. Tapasztalata és tudása sokszor segítette ki a fiatal gárdát a hullámvölgyekből, de nincs egyszerű dolga a sok rutinnal még nem rendelkező röplabdázók között. Egyetlen felnőtt korú játékosként járult hozzá Hatvani Zsolt ahhoz, hogy a Dunafer röplabdagárdája kivívta bentmaradását a magyar élmezőnyben. A csapat kapitánya immáron 20 éve, hogy ezt a sportot választotta, és soha nem bizonytalanodott el abban, hogy ez így rendben van-e. Sőt, állítja, ha most abba hagyná, nem kérdés, hogy nagyon hiányozna neki. Mindig is sportos fiú voltam, és rengeteg sportot kipróbáltam. Az utcára lejártunk kosarazni, focizni, street hockey, minden, ami volt, tehát szerettünk mozogni az osztálytársakkal. A Dózsa György általános iskolába jártam, és az ottani testtanár, Rufink Péter, az akkori testtanár, ő volt a felnőtt röplabda csapat vezetőedzője,
és így testnevelés órákon is tudtunk játszani. Ott szerettette mondjuk meg velünk ezt a sportot, vagy velem ezt a sportot. Iskola után voltak ott edzések rögtön, és néha ott maradtam nézni, hogy milyen is ez valójában. Érdekes volt ott nézni, hogy fölhúzták a hálót, és játszottak a már idősebb játékosok, miközben a kisgyerekek meg a sarokban a gumit kihúzva röplabdáztak, és akkor beszéltem az edzővel, hogy lehet-e járni edzésre, és így megtetszett. És emlékszem arra, hogy mindig azt vártuk, hogy mikor mehetünk a gumihálóról a nagyhálóra játszani. Mikor tudtad, hogy ez neked tényleg annyira fontos, és te ezt tényleg annyira szereted, hogy ezt szeretnéd rendszeresen, vagy rendszeresebben csinálni, és esetleg hát tényleg egyszer valamikor ebből megélni, vagy erre feltenni az egész életedet? Nem tudom. Igazából az első érmek. Tehát ott már az ember megszereti. Nekem nagyon tetszett ez a csapatjáték, az, hogy kézzel játsszuk, fenn kell tartani a labdát. Nyilván olyan korosztályban még ilyen mini, meg gyerek korosztályban még nincsenek olyan taktikák, meg olyan dolgok, csak játsz föl, üsd föl labdát, és üsd át, és ez megy. De ott amikor a megyei és területi és megyei és országos döntőbe bejut az ember, az ott felbecsülhetetlen érzés. Tehát ott már eldönti az ember fiatal korában, hogy ezt akarja csinálni. Amikor tényleg az volt, hogy a sport a fő, akkor gondolom van olyan, hogy azért van, kell legyen tényleg olyan, hogy így elfogy a motiváció, vagy így eltűnik. Mert mondjuk hullámvölgybe kerülsz, akár te, akár az adott csapat, ahol játszol, és hogyha jött ilyen motiváció hiány, akkor azon mi tudott átlendíteni? Illetve ha nem is ilyen, hogy hullámvölgy, hanem egyszerűen azt egy fiatalnak, hogy azért hétvégén meccsek vannak, minden nap edzés, nem az van, hogy szórakozgatunk jobbra-balra, és minden hétvége a bulizásról szól, mert akkor tényleg, hogyha valaki a sport mellett teszi le a voksát, akkor az elkötelezettségekkel jár. Ez így van. Szerencsére ez egy csapatsport, és bárkinek volt bármilyen megingása, ki tudtuk húzni egymást. Edzők is mindig segítettek ezekbe a dolgokban, bármilyen problémánk volt, mindig tudtunk hozzájuk fordulni, és segítettek mindenben, akár a tanulásban, akár az otthoni dolgokban is ugyanúgy tudtak segíteni. Beszéljünk magáról a röplabda sportágról, hogy szerinted milyen a megítélése először így országos szinten, mert hogy nemrég adott ott meg egyáltalán az a lehetőség, hogy bekerült a látvány sportágak közé, és ezáltal azért így legalább az utánpótlásba egy kicsit több pénzt tudnak rakni és emelni a sportág itthoni magyarországi színvonalát. Én amikor kisfiú voltam és kijártam itt a meccsekre, itt magyar bajnok lett a Dunafer, erre tisztán emlékszem. Akkor voltak nagy játékosok, akkor voltak Kaposvárban igazolt játékosok, itt Dunajvárosban is voltak, akkor nagyon ment. Volt egy időszak utána, amikor nagyon nem ment röplabda, nem nagyon voltak utánpótlások. Itt szerencsére a Dunafernél mindig nagyon jó volt az utánpótlás nevelés, minden korosztályos versenyt végig tudtunk nyerni. Úgy gondolom, hogy most igen, bekerült a TAO sportágba a röplabda. Ez nagy részben köszönhető a női röplabdának, mert ők abban talán tavaly előtt nyertek meg mindent. Így világszinten nagyon jó helyezéseket értek el több versenyen. Hát igazából Magyarországon a top csapatokban már meg lehet élni belőle. Nyilván külföldön kétszer-háromszoros, de vannak olyan klubok, akár tízszeres pénzekért is játszanak. Nem tudom. Én azt látom például a városban, hogy amit tök jó látni, most is jöttem, Dunaferes DSS melegítőbe sétálgatnak, és egyre többen. És itt az utolsó szolnoki meccsünkön is elég sokan kim voltak,
aminek nagyon örülök. Neked az volt kisgyerekként a fejedben opció, hogy külföldre menjél, és hogy tényleg így erre építs mindent? És ha volt, akkor meddig volt, és mikor láttad be, hogy ezt így csak ebből nem? Volt egy idő a fejemben, volt egy ideig a fejemben ez. Igazából elkezdeni posztra, tehát én így ütő voltam. Itt a Dunafernél az elején. És így a Szabó Gáb, volt egy olyan évünk, hogy nem volt feladónk. És Szabó Gábor találta ki, hogy mi lenne, ha feladnék egy junior döntőbe. És jósult el, harmadikak lettünk. Aztán volt egy következő évünk, amikor három feladóval indultunk el egy felnőtt szezon kezdeténél, és elmentünk Kecskemétre egy felkészülési tornára, amikor a Kecskemétnek nem volt, vagyis egy feladója volt, aki megsérült akkor. Így elég rossz helyzetbe került a Kecskemét, és az akkor edzőnkkel beszélték, hogy tudnánk-e adni kölcsön egy feladót. Én így kerültem el Kecskemétre, ott még a fejemben voltak talán ezek a tervek is, hogy akár külföld is lesz belőle, meg ilyenek. Viszont ott nem volt jó a dolog. A játék nagyon jó volt. Szerencsére nemzetközi kupába tudtunk akkor indulni, a bajnokságban nagyon jó volt, alapszakasz elsők voltunk. Éreztem, hogy jól megy a játék, nagyon sokat tanulok, fejlődök. Viszont ott anyagi gondok voltak. Tehát ott is anyagi gondok voltak. Nem kaptuk meg időben, három hónappal később nem tudtunk albérletet kifizetni, stb. És így egyre jobban ölte meg a motivációt az emberbe. Hogy ebből nem lehet megélni. Ott már nem is nagyon akartam ezt így folytatni, hogy én külföld vagy akármi. És akkor jött a gondolat, hogy hát emellett igenis kell egy fő állás. Így van. Én ott nyáron elmentünk dolgozni barátommal Pestre. Csináltunk ketten egy lakást egy ilyen ismerősnek. Aztán egy fél évet még MAFC-on röplabdázgattam, úgyhogy munka mellett. És azt gondoltam, hogy hát munka mellett is lehet ezt csinálni, igazából nem olyan szinten, mint ahogy eddig csináltuk, hogy napi hármat edzettünk akár, vagy kettőt, hanem napi egy edzésbe lehet vállalni, jó, elfárad az ember, de lehet bírni. És ott, amint befejeztük ezt a munkát, akkor szóltam ott a MAFC-os edzőknek, hogy mi lenne, hogyha keresnének nekem valami állást ott közelben. Nem találtak, nem is nagyon erőltették magukat, úgyhogy akkor jöttem haza. És beszéltem a Tibivel, Tomanóc Tibivel, mi lenne, ha visszajönnék, szívesen látna-e, hogy állnak emberekkel. Akkor szintén volt itt két feladó, már akkor már teljesen mások voltak itt. És mondta, hogy persze be lehet kerülni, de hát meg kell harcolni a pozícióért, meg stb. Én meg mondtam, hogy persze, állok elébe, szeretek játszani, úgyhogy menjen. És akkor hazajöttem, és akkor itt kerestem Melót, szerencsére találtam is. Meddig szeretnéd még csinálni? Bírod még? Azt érzed, hogy azért ez neked még így simán elmenne egy 5 évig? Vagy akkor azt gondolod, hogy akkor már lehet megpróbálkozni azzal, hogy mondjuk heti csak 3 edzés, vagy 4 edzés, és esetleg nem 5? Az a baj a 3 edzés, 2 edzéssel, hogy még jobban nem bírám fizikailag. Így, hogy napi rendszerességgel van edzésem, így mondjuk, hogy bírom, de azért, tehát vannak olyan edzések, hogy tényleg már hány ingerem van, és nem kapok levegőt, és mint most a Szolnok meccs után, már le kellett ülnöm, mert nem bírtam, de tehát bírni kell. Így vagyok vele, bírni kell. Hozzászoktam ahhoz, hogy mennem kell, és csinálnom kell. Nem tudom. Én egy évet biztos, hogy még szeretnék vállalni.
aztán meglátjuk, hogy hogy bírom fizikailag, hogy bírom egészségügyileg, meglátjuk. És azt lehet tudni, hogy ez biztos, hogy maradsz-e? Egy évig biztos, hogy maradok. Jó, akkor ez is egy nagyon jó info, meg nagyon jó, hogy felhoztad a szolnoki meccset, akkor erről egy kicsit beszéljünk, illetve emellett az idei szezonról, hogy fiatalokkal, nagyon fiatalokkal vagy körülvéve az egyetlen felnőtt korú játékos voltál az idei szezonban ebben a csapatban, és nem lehet egyszerű neked kezelni azt a problémát, hogy ők rutintalanok, tapasztalatlanok, és egyszerűen hullámzóan, elképesztően hullámzóan játszanak, és a tudás bár bennük van, de nem tudják kiadni. Hogy tudsz te ezen ilyenkor felülkerekedni csapatkapitányként, hogy tudsz segíteni nekik, illetve tényleg magadat, ilyenkor biztos vagyok benne, hogy te is mérges vagy, dühös vagy, és magadat hogy tudod lenyugtatni, hogy ne rajtuk csattanjon az ostor? Hát nem egyszerű, az biztos. Próbálom nem felkapni a vizet. Volt olyan garnitúra, mert már így hívom, hogy lesz, annyian mennek, jönnek, hogy hihetetlen, és nem 3-4 játékos, hanem 9-10 cserélődik folyamatosan. Hogy volt olyan garnitúra, aki megkért engem, hogy legyek kicsit nyugodtabb, mert már ők nem érzik jól magukat. Amit meg is értettem, és én mondtam, hogy persze, beszéljük meg, problémáik van, szóltak, megpróbáltam normálisabb lenni, és azóta teljesen egyre fiatalabbakkal találkozok, vagyis én öregedek igazából. Próbálkozok nyugodt lenni, tanácsokat adni folyamatosan, taktikai utasításokkal segíteni a csapatot, mert igazából ezen múlik. És fejben vagyunk gyengék. Ugye ez a röplabda, ez egy ilyen 3-5-6 másodperces labdamenetek alatt, ha hibázik egy fiatal egyet, akkor valószínűleg utána megint 3-at fog hibázni. És ilyenkor kell oda menni, megnyugtatni, akár levenni a róla a felelősséget, arrébb tolom, segítek, ilyenekkel tudom segíteni őket. Ha nem mérkőzésről van szó, vagy edzésről, akkor így mennyire számít szerinted, hogy így edzésen kívül, hogy vannak a csapattagok egymással? Hát én megmondom őszintén, hogy azt vallom, hogy nem muszáj szeretnünk egymást pályán kívül, viszont pályán halljunk meg egymásért. Tehát ezt is többször beszéltük a srácokkal, tényleg 12 ember, 13 ember nem szeretheti egymást. Viszont ha ott vagyunk és egymásért küzdünk és egy célért küzdünk, akkor mindent meg kell tenni. Bármi történik. Ez megvalósul? Úgy érzed, hogy ebben az idei szezonban ez megvalósult? Én úgy gondolom, hogy így szezon végére ez a legfőbb célunk, ez, hogy ne essünk ki, ez most meg volt. Itt én utolsó, lehet, hogy nem úgy sült el a szezon, ahogy terveztük az elején. Nyilván voltak változások több csapatnál is, ami eléggé váratlanul érintett mindenkit. Ezekre térj ki nyugodtan. Hát beszéltünk róla igazából. Én az alapszakaszban, amikor megkaptuk a sorsolást, ugye úgy csinálták meg, hogy most A csoport, B csoport, megkaptuk a sorsolást, 6-an voltunk a csoportunkban, 3 felsőházba jut, 3 alsóházba jut. És megkaptuk a Kaposvár Kecskemét, akit hát tudtuk, hogy nem fogunk megverni, meg megkaptuk a Sümeget Debrecent, és már így elképzeltük, hogy hát be lehetünk a 3-ba, tehát 3. helyként föl tudunk jutni. Én gondolkoztam sokat rajta, hogy az nekünk jó lenne, vagy nem. Hogy játszunk lent az alsóházba nagyobb meccseket, sokkal több tapasztalatot szerezzenek a srácok, nagyobb mérkőzéseket játszanak, vagy feljutunk a felsőházba, és mindenki rommá ver minket. Igazából nem kell gondolkoznunk rajta, mert az a két csapat, akit verhetőnek láttunk, elég rendesen beigazolták
légiósokkal, nem légiósokkal, játékosokkal, erős játékosokkal magukat. Így 5. helyen kiestünk. Utána a következő célunk már az volt, hogy az alsóházban elől végezzünk, ami szintén nem jött össze az első-második hely, viszont a végén a 3. hely volt a cél, mindenféleképpen egy Szolnok előtt végezzünk, és hogy a rájátszásban az utolsó Győrrel játszunk. Jól sült el, utolsó meccsen megvertük a Győrt 3-0-ra itthon, talán az volt az egyetlen 3-0-ás meccsünk, és meg lett a 3. hely. És jött a Győr. Amikor én sajnos magán problémám volt, vagyis nem magányi bocsánat, hanem magánjellegű dolgom volt, és Svédországba utaztam, le volt foglalva a repülő, nem tudom, egy 2 hónappal előtte, sajnos nem tudtam visszamondani, beszéltem a Tibivel, megbeszéltük, azt mondta, hogy nem lesz gond, nem hittem volna. Én megmondom őszintén, hogy néztem Svédországból élőben a meccset, néztem a reptéren hazafele, mert ugye a szövetség úgy írta ki a meccset, hogy arra a hétvégére telibe berakta ezt az oda-visszavágos fordulót, és hogyha a 3. meccs lett volna, arra értem volna vissza kedden. Imádkoztam, hogy egyet nyerjek csak. Tehát egyet nyerjetek, és akkor nem lesz probléma, és akkor nem lesz az, hogy a kiesésért kell küzdenünk. Nem jött össze. Szomorú voltam nagyon, de hát ez van. Gondolkoztam rajta, hogy ha hazajövök, mit mondjak a srácoknak, de hát nem lehet rosszat mondani, mert akkor ez rámet a többi meccsre, és az nagyon nem lett volna jó. Volt ezért amúgy neheztelés rád, amiért te nem tudtál ott lenni? Mert azért azt tegyük hozzá, ahogy erről már beszéltünk, nem profik vagytok, nem ebből éltek, nem lehet elvárni tőletek, hogy mindenféle dolgotokat lemondjátok. Nem éreztem sem a csapat részéről, sem a vezetőség részéről, hogy nehezteltek volna rám. Igazából ők is úgy érezték, hogy ezt meg kellett volna oldani a csapatnak. És hogy sült el a dolog? Viccesen, mert a másik ágon pedig a Pécs játszott a Szolnokkal. A Szolnok lett ugye a 4. helyezett, a Pécs az 5. helyezett, és a Pécs szerintem először verte meg a Szolnokot oda-visszavágon 2 meccs alatt. Így úgy játszottunk a kiesésért a Szolnokkal, hogy szerintem nekünk nem nekünk kellett volna játszani, és nem nekik. Úgyhogy sajnálom a Szolnokot, megmondom őszintén, mert ez ennek a kiesőnek szerintem nagyon nagy győrnek kellett volna lennie. Beszéljünk is akkor az utolsó párharcról. 3 mérkőzést játszottatok, az elsőt megnyertétek hazai környezetben 3-1-re, aztán a Szolnok ugyanezt megcsinálta otthon, ők nyertek 3-1-re, és aztán ugye jött a mindent eldöntő mérkőzés, és borzasztóan feszült mérkőzés volt. Úgy érted, hogy nyilván fiatalok, alapból tényleg az, hogy nincs tapasztalatuk, és egy ilyen teherrel a vállukon pályára állni. Milyen volt ott előtte a hangulat? Hát én megmondom őszintén, hogy rajtam is nagy volt a teher. Tehát, hogy így a Győr meccsen nem tudtam ott lenni, és én eléggé szívemen viseltem azt, hogy a kiesésért játszunk, és hogy ez miattam van. Nagyon nem szerettem volna, hogy itt legyek egy olyan csapatban, a Dunafair történetében, hogy kiesünk az NB1-ből. És próbáltam mindent megtenni, egész héten feszült voltam, éreztem magamon, én is gondolkoztam rajta, hogy hogy lehetne ezt átalakítani, ezt a feszültséget. Nem tudom, a fiatalokon annyira nem láttam. Én inkább azt vettem észre, hogy nem is nagyon dolgozzák fel, hogy mi a tét. De lehet, hogy ez így jobb is volt. Ott hazafele Szolnokról milyen volt a hangulat? Mert az is egy olyan meccs volt, hogy
nüanszokon múlt. Igen, a Szolnoki meccs az egy... Én azt mondom, hogy a Szolnok az 120%-a teljesített, ők nem hibáztak, nagyon jól játszottak. Viszont mi rottottuk el. Tehát szerintem azt a meccset ugyanúgy megnyerettük volna mi is 3-1-re. Rajtunk múlott az a meccs. Én úgy gondolom, hazafele úton nem volt. Én már az öltözőben, már a következőre koncentráltunk, már beszéltük, nem kell agyalni rajta, hagyjuk, nem kell, elment, kész, megváltoztatni nem lehet, otthon. És aztán az itthon is, azért az itthonin is voltak hazai hibák, és tényleg inkább abból szedte a Szolnok a pontokat. Rengeteg volt például a nyitásrontás, mondjuk szerencsére a Szolnoknál is, szerencsére nem szerencsére. Ez az idegesség rovására volt írható szerinted, ez a sok hiba? Vagy hát ugye ez is arra, amire a fiatalság... Biztos, hogy közrejátszik az idegesség is benne, de nagy részben a fiatalság. Más. Vicces, mert edzésen megcsinálják 10-ből 8-szor, meccsen, mikor szituáció van és izgulós helyzet, akkor már kevésbé. És egy kicsit a jövőről beszéljünk, hogy mik a tervek, mert hogy erről nyilván lehet tudni, és hogy szerinted mennyivel lesz jobb már jövőre, hogyha esetleg a csapat magja, ezek a fiatalok egyben vannak, azért már egy év ott lesz a hátuk mögött, sőt, ugye nagy részük itt volt tavaly is, ráadásul ők ugye a korosztályos bajnokságban is nagyjából így egyben játszanak. Mennyit fog számítani jövőre, hogy már összeszoknak? Sokat, nagyon sokat fog számítani. Most az első és legfontosabb nekik az U21, most utaztak el. Legalább érem, de úgy küldtük el őket, hogy aranyat. Avval kell hazajönni mindenféleképpen. Utána ott lesz az IFI kupa, meg a serdülő kupa. Ezt mindet, amennyit lehet, mindig meg kell minden nyerni. Én úgy gondolom, hogy csapategységre minél többet játszanak együtt, annál jobbak lesznek. Örülök neki, hogy átvesznek taktikai utasításokat, viszik a kisebb korosztályokba, adják át ezeket egymásnak tovább. És igen, számít, nagyon sokat számít az egy év felnőtt csapatban játszó rutin, mert ott már nem kell jövőre olyan taktikai utasításokat elmondani, hogy kinek hova kell állnia 15-ször edzésen, mert el kell mondani, és fél év múlva ugyanúgy nem tudja, és ugyanúgy el kell mondani. Viszont igen, lehet látni, hogy már betartják a játékosok, és jövőre már nem ezzel kell foglalkozni, hanem lehet tovább lépni, és egyre jobb dolgokat tanulni és csinálni. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss adással egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk addig is, viszontlátásra!